Akár életfogytiglant is kaphatott volna a Fábiánházi gyilkos, aki 2014-ben ölte meg édesapját. A vádlott pszichiátriai beteg kezelés alatt állt, a gyilkosság ideje alatt nem szedte gyógyszereit. A nyíregyházi törvényszék felmentette a férfit, kényszergyógykezelését rendelték el. A vádlott bilincsel a kezén, az ujjaival játszva, szemtelen arccal hallgatta a bíró indoklását. A tanács elnöke szerint a férfi nem biztos, hogy teljesen megértette, mi folyik körülötte. A férfi legalább 10 éve kezelés alatt állt, és évek óta terrorizálta családját. A vádlott az elkövetés éjszakáján egy 27,5 centis késsel támadta családtagjaira. A nővére és az édesanyja életveszélyes sérüléseket szenvedett a számtalan késszúrástól, az édesapja pedig belehalt a támadásba. Miklós vádlott. Amikor ezt a cselekményt elkövette, a cselekményt téves eszmékkel és érzékcsalódásokkal járó hasadásos elmezavar heveny állapotában követte el, amely miatt pedig képtelen volt a terhére rótt cselekmény következményének felismerésére, vagy a felismerésnek megfelelő magatartás tanúsítására. A vádlott jelenleg is fennálló kóros elmeállapota alapján tartani kell attól, hogy megfelelő gyógykezelés hiányában hasonló jellegű bűncselekményt követne el a jövőben, ezért kényszergyógykezelésének elrendelése mindenképpen indokolt. A tanácselnök elmondta, mivel a vádlott kóros elmeállapotban követte el a gyilkosságot, ez kizárja büntethetőségét. A felmentést és a kényszergyógykezelést a vádlott, az ügyvéd és az ügyész is elfogadta, így az jogerőre emelkedett. 2003. augusztusában Fényes Litke határában különös kegyetlenséggel ölte meg 21 éves barátnőjét egy tornyospálcai fiatalember. A gyilkosságot a férfi rendkívüli brutalitással követte el. Az orvosszakértői vélemény szerint a lány minden sérülését élve szenvedte el. A kegyetlen gyilkosságot a vádlott ügyészi szakaszban tett vallomása alapján az ítélethirdetéskor Fázsi László, az ítélőtanács elnöke olvasta fel. A kezét fogtam, meg úgy húztam kb. 5-6 métert. Leültem mellé, és kb. Egy fél órát ültem mellette, akkor szerintem már halott volt. Kérdéssel elmondom, hogy néztem a testét az idő alatt, hogy miért, azt nem tudom. Csak egyszerűen néztem, Google-ban néztem őt. A vádlott kóros tudathasadásos állapotban droghatás alatt követte el a bűncselekményt. Az orvosszakértői vélemény szerint nem volt tudatában annak, hogyan cselekszik, ezért jogerősen felmentették, kényszergyógykezelését elrendelték. Néhány évnyi gyógykezelés után szabadlábra helyezték. Dr. Toma Attila bíró, a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Két megrendítő eset szerepelt ebben a bejátszásban, ami tulajdonképpen még manapság is a közbeszéd tárgya. Itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében történt mind a kettő. Mennyire jellemzőek a hasonló esetek, és természetesen az, hogy ezekben vagy ilyen esetekben nem börtönbüntetést kapnak, hanem a kényszergyógykezelést rendelik el? Kétfelé választanám a kérdést. Hogy mennyire jellemző ez az eset, az ehhez hasonló eset. Sajnos azt kell mondjam, hogy a személy elleni erőszakos cselekmények azok gyakoriak. De hál' Istennek az ilyen eredménnyel végződő esetek azért nem mindennaposak. Én úgy gondolom, hogy most itt a bejátszásból is láttuk a közelmúltban megyékben megtörtént eseteket. Én nem tudok arról, hogy hasonló eset történt volna az elmúlt 10 évben. Tehát ilyen súlyos eredménnyel végződő és kényszergyógykezelés a végeredménye. A másik része a kérdésnek, hogy hogyan végződik egy ilyen ügy. Tulajdonképpen bennünket, bírákat kötnek a törvények, jogalkalmazók vagyunk, és a jog ilyenkor túl sok lehetőséget a bírónak a szankció meghatározásában nem ad. Törvény kimondja, hogy azt az elkövetőt, aki személy elleni erőszakos cselekményt valósított meg, és elmeállapota miatt nem büntethető, és tartani kell attól, hogy a jövőben hasonló cselekményt valósít meg, azt nem lehet elítélni, egyrészt fel kell menteni a beszámíthatatlansága miatt, és kötelező elrendelni a kényszergyógykezelését. Tehát ezek az fajta ügyek, amikor a beszámítási képesség az elkövetőnek hiányzik, és nem büntethető, csak ilyen módon végződhetnek.
kényszergyógykezeléssel. Nyilvánvalóan ilyenkor egy orvos szakértői, itt ebben az esetben pszichiáternek a szakvéleménye, illetve orvos szakértői szakvéleménye van az ítélet hozatal előtt. Hogyan derül ki az, hogy az elkövetők vagy a vádlottak egyrészt pszichiátriai kezelés alatt állnak, vagy a bűncselekmény pillanatában olyan elmeállapotban voltak, hogy nem számíthatók voltak be, nem voltak tudatában annak, amit tesznek? Tudomásom szerint ebben a két konkrét ügyben már az eseteket megelőzően felmerült az, hogy gyógykezelés alatt álltak. Én úgy emlékszem, a bejátszásban is volt erről szó. De ezen kívül is elmondhatom, hogy a hasonlóan súlyos életelleni bűncselekmények esetében általában szokták vizsgálni az elkövetőknek a beszámíthatóságát. Maga a konkrét eset, ami alapot ad erre, tehát szinte nem szokták mellőzni. Egyébként ez nyomozati szakra vonatkozó kérdés, tehát ezt a rendőrség már megteszi, bírák, mi már úgy kapjuk meg az ügyet, hogy már van benne egy szakvélemény. Na most, ahogy utalt rá, ez egy szakkérdés. Egyébként a törvény az kimondja számunkra, hogyha valamilyen tény megítélése, valamilyen különleges szaktudást igényel, akkor kötelező szakértőt igénybe venni. Tehát azt, hogy valakinek az elmeállapota milyen, ezt senki más nem vizsgálhatja, csak szakértő. Sőt, a törvény olyan garanciát is beépített, hogy nem is elegendő egy szakértő. Tehát a beszámíthatóság kérdése, tehát ennek a megítélése kettő szakértőnek a feladata. Mi megkérdeztünk egy pszichiátert, dr. Mórie Csabát arról, hogy mikor áll fenn a veszélyeztetés ténye, és hogy tulajdonképpen mikor rendelhető el ez a bizonyos kényszergyógykezelés. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei pszichiáter szakfőorvos véleménye következik tehát. Egy adott bűncselekmény pillanatában azt, hogy milyen állapotban van az elkövető, utólag elég nehéz megítélni egy orvosszakértőnek, de akár egy pszichiáternek is, hogyha mondjuk egy olyan betegről vagy betegéről van szó, aki egy ilyen cselekményt elkövetett. Mindenképpen, de erre megvannak a megfelelő eszközök és a megfelelő módszerek. Hiszen itt nem csak arról van szó, hogy egy pillanatnyi felindulásról van szó, hanem maga a bűncselekmény körülményei, maga a bűncselekmény folyamata, az nagymértékben rekonstruálható annak kapcsán, hogy előzőekben fönnállt-e olyan fajta kóros elmeállapot, ami eredményezte, vagy csak egy pillanatnyi felindulás az, ami ehhez a cselekményhez vezetett. Tehát nyilvánvalóan az egyik esetben, amikor például egy szurkolótábor két tagja nem ért egyet, hogy melyikük csapata a legjobb, ott kétségtelen, hogy benne van a tudati beszűkültség. De ott az a fajta úgymond kóros elmeállapot, az azért az nem rekonstruálható. Míg hogyha valakinél előtte is benne volt az előző állapotában is, hogy például teljesen másként észleli a világot. Neki az a valóság, mindenkinek van egy saját valósága, egy saját szubjektív valósága, és egy kóros elmeállapotban, akár egy paranoid állapotban, akár egy percepciózavar, tehát ami azt jelenti, hogy halucinációk kapcsán, egy teljesen más valóság épül föl, és ennek a valóságnak a leképezése és a reakciói eredményezik, és az eladott válaszok azt a cselekményt, ami gyakorlatilag történik. És ez egy megfelelő körül tekintéssel jól rekonstruálható. Maga a pszichiátriai állapotok, az nem arról, hogy állandóan fennálló össze-vissza beszélés és halucinációkról van szó. Nem is állandóan fennálló depresszióról. Gyakorlatilag ezek az állapotok, ezek azért állapoton bizonyos ideig fennállnak, és azt követően, hogyha megfelelő módon kezeljük őket, akkor gyakorlatilag tünetmentessé tehető. Ha nem működik együtt valaki a kezeléssel, és ha valaki beteg volt előtte, annak a valószínűsége, hogy visszajönnek ezek a tünetek, sajnos nagyon nagy. Ez nem azt jelenti, hogy 100%-ban visszajön, de sajnos nagyon nagy. És akkor ezek a flashbackek, amit például adott esetben egy régmúlt kábítószerfogyasztás kapcsán kialakul, és onnantól kezdve fix, visszatérő percepció, tehát halucinációzavar is fennállhat. Abban az esetben ezek visszatérhetnek, és ha nincs kontroll, nincs biztonsági öv, akkor gyakorlatilag el tud valóban szállni ez a dolog, és akkor nem tudunk kétségtelen segíteni.
Hát a pszichiáter szakfőorvos azzal folytatta még a gondolatmenetét, hogy tulajdonképpen amikor ideiglenesen vagy teljesen kikerülnek a kényszergyógykezelésből ezek a betegek, akkor nincs meg az orvos szakmának, illetve a pszichiáter szakmának az a joga, hogy utánkövesse vagy nyomon kövesse ezt a beteget. Nyilvánvalóan így módon vissza is eshetnek ugyanabba az állapotba, akár egy hasonló bűncselekményt el is követhetnek. De hogyha visszakanyarodunk az előző gondolathoz, akkor az ítélő bírókon nagyon nagy felelősség van. Ki a nagyobb felelősség, a szakvéleményt meghozó szakfőorvosé, vagy pedig az ítélő bíróé szerint? Osztott a felelősség, én úgy gondolom, hogy egymásra vagyunk utalva. Ugyanúgy, ahogy elmondtam, az ítélet meghozatalánál a szakértőkre vagyunk hagyatkozva az elmeállapotot illetően, ami meghatározza ezt a szankciót, kényszergyógykezelést. Ugyanúgy ennek a szankciónak a megszüntetésénél is a szakértőkre vagyunk utalva. A két eset, ami itt bemutatásra került, ugye annyiban különbözik, hogy a múlt héten, amiben ítéletet hoztunk, ott még most rendelték el a kényszergyógykezelést. A másik ügyben, tudjuk a Fényes Litkei esetben már ki is engedték az elkövetőt. Nagyon érdekes kérdés az, hogy szemben például egy szabadságvesztéssel, amikor a bíróság megmondja, hogy mi az ítélet. Egyébként ezekben a kiemelt ügyekben, ha határozott tartamról beszélünk, 10 évtől 20 évig terjedő szabadságvesztés volt kiszabható, vagy akár életfogytiglan mind a két ügyben. De mint mondtam, ilyen szankciót nem lehetett kiszabni kényszergyógykezelésnél, viszont a törvény nem határoz meg tartamot. Annyit mond, hogy el kell rendelni a kényszergyógykezelését, és nagyon tömören úgy fogalmaz még, hogy ezt meg kell szüntetni, amikor a feltételei már nem állnak fenn. Itt kanyarodnék vissza a kérdésre, az, hogy fennállnak-e a feltételei vagy sem, ez szakkérdés. Tehát ugyanúgy a kényszergyógykezelés megszüntetése tárgyában, így van, kötelező beszerezni egy orvos szakértői véleményt. Egyébként 6 havonta felülvizsgálják a kényszergyógykezelés alatt állónak az elmeállapotát, és amikor egyszer csak az orvosok azt mondják, hogy már nem áll fenn a feltétele, kétségtelen, hogy a bíróság hozza meg a döntést a megszüntetésről, és ezért mondom, hogy valamilyen szinten ez osztott felelősség, de a döntésünk alapja egy szakvélemény lesz. Na most, amiről itt még a felvetésben szó volt, hogy ezután mi történik, hogy mennyire kikényszeríthető, mert ahogy a doktor úr is elmondta, hogy tünetmentesíthetők ezek a betegek, de nem lehet kizárni azt, hogy mondjuk egy gyógyszer elmaradása esetén ne essenének vissza, és hogy milyen lehetősége van az orvosnak. Hát ez jogszabályi, tehát jogi szabályozási kérdést vet fel, ezekben már sajnos a bíróságnak szerepe nincsen. Azt, hogy az orvosnak milyen lehetősége és milyen lehetősége van a gyógykezelés tovább folytatására, ez orvos szakmai kérdés, én ebbe nyilatkozni nem tudok. Sajnos bíróként is azt mondhatom, hogy nekünk onnantól kezdve további szerepünk nincsen. Hogyha még egy kérdés, és ez érdekes lehet, megvizsgáljuk azt, hogy az európai jogalkotás mit tesz lehetővé, akkor mit látunk körülöttünk az európai országokban, mi a gyakorlat? Hát ezzel kapcsolatban nekem különösebb információm nincsen. Törvényhozási kérdés egyébként, tehát a jogszabályalkotási kérdés, amit most ön felvetett, mert nyilván azt lehetne vizsgálni, hogy hogyan lehet tovább lépni, hogyan lehet ezeket a helyzeteket később kezelni. Én ugye a törvényszék nevében kizárólag jogalkalmazói szempontból tudok ezekkel a kérdésekkel foglalkozni. Ilyen módon alkalmazzuk, amink van. Kitekintésünk ilyen módon a környező országok gyakorlatára nincsen. Köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk. Köszönöm szépen.